A 2020-as év a Tüke Alapítvány életében is rendhagyó módon zajlott. A pandémia sok mindent megváltoztatott, illetve új feladatok elvégzésére késztetett embert, szervezetet egyaránt. Mindahogy más is, nagyon nehezen viseltük ezt a nehéz helyzetet, de azonosulni kellett azzal, hogy a mi díjazottaink és kurátoraink elég idősek, tehát figyelemmel kellett lenni arra, hogy az ő életüket is valahogy úgy szervezzük, hogy a mi munkánkat is megcsináljuk, meg védjük is őket. Ebben ezért mi is ilyen online módon tartottuk a kapcsolatot, és ennek szellemébe tudtuk megszervezni a január 21-ére tervezett eseményünket, de sajnos nem lett jobb a helyzet, így ez az esemény most el fog maradni. Lassan már 2 évtizede hagyomány Pécs városában a tükedi ünnepség. A várospolgárai várják már ezt az időpontot. 17 éve mindig január 21-én tartottuk ezt az eseményt. Ezt a polgárok és a díjazottak mindig várták, és nagyon felkészültek erre az eseményre, mert belső értékeket és olyan hozzáállást jelentett, amely nagyon sok embernek az életében egy tartó pontot, egy tartó pillért jelentett, és éppen ezért most is úgy készülünk, hogy megtudjuk a rendezvénynek a korábbi hagyományait és értékeit őrizni, ezért nem gondolkodtunk abban, hogy online módon szervezzük ezt az eseményt, mert erre is voltak példák korábban más területen. Meg fogjuk várni azt, hogy enyhüljön az a szorítás, amit a koronavírus eredményezett, és lesz olyan alkalom, ami a Szabadkirályi Város oklevél aláírásához és átadásához kötődő más dátum, és akkor fogjuk ezt az eseményt a korábbi hagyományoknak megfelelően megszervezni és megtartani. A jelölések számát tekintve a kuratórium idén úgy döntött, ketten kapják majd az elismerést, olyan személyek, akik sokat tettek Pécsért. Munka ez beindult, és a kuratórium nagyon bölcsen döntött a díjazottakat tekintve. A jelölések eredményeként több mint 1500 jelölés érkezett, 17 személy kapott jelölést a polgároktól. Nem szeretném most elmondani, hogy név szerint kik ezek a személyek, de azt mindenképpen elmondhatom, hogy ebben az esztendőben sikerült a polgároknak olyan jelöléseket leadni, amely két személynél közel azonos mennyiségű jelölést jelentett. Ezért a kuratórium nagyon bölcsen úgy határozott, hogy két személy fogja kapni a tükedíjat. Annyit előre elmondhatok, hogy mind a ketten olyan értékeket hordoznak, amelyre büszkék lehetünk, és a korábbi évek díjazottjainak a életéhez, hagyományaihoz hűek ezek a díjazottak is. Ifjúsági és civil szervezetek is kapnak díjat. Ahhoz ragaszkodunk, hogy az elismerést egy évbe a tükedi vonatkozásába egy, maximum két személy kaphassa meg, és erre már volt példa a korábbi években is, hogy ketten kapták, de minden esetben olyan helyzet állt elő, hogy azonos, közel azonos volt a jelöléseknek a száma. Idén új püspök került a Pécsi Egyházmegye élére. A Tüke Alapítvány kuratóriuma Felföldi László püspök atyával szeretné felvenni a kapcsolatot, hiszen eddig a korábbi egyházi előjárók Mayer Mihály és Udvardi György is támogatták az alapítvány tevékenységét. Még nem sikerült kapcsolatba lépni püspök atyával, de keressük annak a lehetőségét, hogy mielőbb meglegyen a személyes kapcsolatfelvétel. Annál is inkább, mert az előző püspök atyával, Udvardi püspök úrral nagyon jó személyes kapcsolatunk volt, nagyon támogatta, segítette az alapítványnak a tevékenységét,
és én azt gondolom, hogy az új püspök atyával is hasonló kapcsolatokra kell törekednünk. Ahogy a sajtóból megismertük a tevékenységét, bátran hihetjük azt, hogy az a kapcsolat, ami az udvarvéd püspök atyával volt, ugyanaz a folyamat, az most is meg lesz. Nagyon várjuk ezt a lehetőséget, és szeretnénk őt is megnyerni ennek a tevékenységnek. Ami nem csak az alapítványról szól, hanem Pécs városáról, arról, hogy azok az emberek, akik itt dolgoznak és tevékenykednek, önként teszik a munkájukat, és sokak számára értéket hordoz ez a tevékenység, azt a püspök atya is megfelelőképpen értékelje és lássa. A díjat alapító Tüke Alapítvány 2003-ban úgy döntött, hogy a tisztelet és a megbecsülés kifejezésére létrehozza a Tüke díjat azok számára, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak Pécs felemelkedése érdekében. A díjat 2004-től kezdődően minden esztendőben január 21-én Pécs Szabad királyi város rangjára emelésének napjára emlékezve adják át. Ugyanis 1780-ban ezen a napon állítatta ki Mária Terézia királynő a kancelláriában a város felszabadítására vonatkozó királyi privilégium levelet.